Üdvözlöm kedves nézőinket! Műsorunkban friss tájékoztatást kaphatnak Terézváros közéletét illetően, legyen szó pályázatról, felhívásról vagy aktuális programokról ingyenes fogyasztóvédelmi tanácsadása a Terézvárosi Polgármester Hivatal Ügyfélszolgálatán. A Budapesti Békeltető Testület tagja dr. Göncöl Csaba ügyvédbékeltető várja mindazon lakosok jelentkezését, akik valamilyen fogyasztóvédelmi kérdésben várnak választ. A legközelebbi fogadási időpont november 12-e. És most lássuk a programokat! A hétvégén ünnepeljük halottak napját, melynek alkalmából minden évben november 1-én és 2-án látogatást teszünk elhuntjaink sírjánál. A temetőjárás és az emlékezés mellett ünnepi szentmisén vehetünk részt a Római Katolikus Egyház templomaiban. Kerületünk két katolikus templomában, az Avilai Nagy Szent Terész plébánián és a Szent Család plébánián mindkét napon ünnepi szentmiséket celebrálnak. November 1 -e minden szentek főünnepe, amely ünnep parancsolt ünnep az egyház tanítása szerint. Ezért ezen a napon három szentmisét is tartanak az Avila Nagyszenterész plébánián, reggel 8 órakor, délelőtt 10 órakor és este 18 óra 30-kor, melyek közül az esti lesz az ünnepi nagymise. Utána közös imádsággal emlékeznek meg minden elhunytért. November 2-án halottak napján 18 30-kor ünnepi gyászmisét tartanak, melyen a templom énekkara a Capella Theresiana Cartasso rekviemjét énekli el. Utána az urna temetőben közös áhítat lesz az ott eltemetettek lelki üdvéért. Jótékonysági célú előadást szervez a Fővárosi Nagy cirkusz. Talán sokan nem tudják, hogy az idős nyugdíjas artisták nagy része sajnos messze a létminimum alatt segélyekből él. Az Artista Művészek Szakszervezete eddig minden évben lehetőségének megfelelően anyagilag támogatja az idős artistákat. Az idei évben a törvény miatt a támogatási lehetőség megváltozott, ezért az Artista Művészek Szakszervezete egy jótékonysági előadás szervez Zero Gravitáció címmel. Az előadás teljes bevétele az Artista Művészek Szakszervezete szociális programját támogatja. A jótékonysági műsor időpontja október 29-e 11 óra, melyre egységes, kedvezményes belépőjegyek vásárolhatok 2000 forintos áron. Carmen Opera a Magyar Állami Operaházban október 31-én. Bizé tragikus történetét az érzelmekben gazdag, lüktetően dallamos zenéje teszi felejthetetlenni. Vagy szenvedélyek, féltékenység, hatalmi játszmák, női praktikák, végzet és halálos szerelem keveredik a karneváli hangulatú, egyszerre forró és zűrzavaros történetben. Kármen legszebb áriáit, úgy mint a habanérát, a Virágáriát és a toreádó dalt azok is ismerik, akik színpadon még nem látták az operát. Rendező Oberfrank Pál. Süsű a sárkány a játékszínben november másodikán. A régmúltú mese legendája lett több generációnak is. A bájos mese mélyén egy fontos és ma is erősen aktuális figyelmeztetés rejlik, hogy aki nem olyan, mint én, vagyis más, az nem biztos, hogy ellenséges, sőt, az sem biztos, hogy más, mint én. Hasznos, ha ezt már gyermekkorban próbáljuk valamiképpen sejtetni, megértetni a gyerekekkel. Rendező Háda János Végzett az Óbudai Danubia Zenekar előadásában november 2-án, melyet vezényel Olivér Fondóknányi, Zongorán kísér Farkas Gábor. Oliver von Dohnányi, Dohnányi Ernő távoli oldalági rokona. Nem ismeretlen a magyar közönség előtt, többször is járt nálunk. Néhány évvel ezelőtt Edita Grubárova főszereplésével vezényelte Bellini normáját a műpában. Ezúttal az Óbudai Danubia zenekar élén dirigál zenekari estet, amit a hagyományos nyitány versenyű szimfónia rend szerint épített fel. Nyitán az építész végzettségű, de gazdag zeneszerző életművet és Orbán György, illetve Vajda János Szellem irányítását bíró zeneszerző Tiszai Péter vonózenekari koncertolja hangzik el. Ezt Liszt Démoni Zongora versenye a középkori Díz Éreát dallamra írott Haláltánc és a Beethoven életmű kulcsdarabja az 5. szimfónia követi. A Liszt mű vezérszólamát a 2009-es Weimári Nemzetközi Liszt győztese Farkas Gábor fogja játszani. A mai Manóház egykoron készült képei láthatók egyszerre egy helyen. A 120. évfordulójának örömére megrendezett kiállítás sorozat az 1896 és 1996 között Tamási Miklós és Szepesi Ákos által civilként összeállított fortepán.hu képgyűjteményt láthatjuk. A kiállítás bemutatja a megmaradt és ma is fotográfiai célokra használt épületet, annak minden szeretni való részletével. Igény szerint a ház szűkebb és kicsit tágabb környezetét is bemutatják az idők változásával. Ezzel megköszönöm a figyelmüket, remélem ez alkalommal is megtalálják a megfelelő kikapcsolódási lehetőséget. Továbbra is várjuk a megkereséseket, ha hallanak egy jó program felől, melyet megtehetnek telefonon a 061 301 os telefonszámon, vagy e-mailen keresztül az infokukat 6 címen. Kellemes, tartalmas kikapcsolódást kívánok, viszontlátásra!